Üdvözlöm a kedves nézőket, adásainkat megszakítva. Ma a niccai terrortámadásról fogunk beszélni, de ezt megelőzően vendégünk lesz Gurmai Zita, akit arról kérdezünk, milyen egy asszony élete azután, hogy országgyűlési képviselő volt, azután, hogy az Európai Uniónban képviselő volt, és napjainkban nem csak az Európai Unió baloldali nőszervezetének elnöke, hanem az MSZP-nek is. Az elkövetkező percekben tehát vendégünk lesz Gurmai Zita. Tartsanak velünk! Ugye az Európai Bizottság üdvözlöm Gurmai Zitát, és szokásához híven már is a műsorvezetőt kiavítja, élő adásban vagyunk, úgyhogy először is egy nőt nem illik tegeződni, de nagyon régen ismerjük egymást, tehát üdvözöllek itt a stúdióban. Szeretettel köszöntöm. Zita, mindenek előtt Niccában újabb 84 ember lelte halálát. Az elkövetők terroristák, a szélsőséges iszlámhoz tartozó terroristák, több mint 100 ember életéért a kórházakban küzdenek ezekben a pillanatokban is. Tudsz ehhez valamit hozzászólni? Hát azt szeretném mondani, hogy itt az ideje, hogy Európa felébredjen. Egyébként éppen egy héttel ezelőtt jártam Párizsban, ahol az Európai Szocialista Párt pártelnökei tanácskoztak és elfogadtak egy 10 pontból álló csomagot, amiben többek között egy szeretnék az európai közös kül- és biztonságpolitikát sokkal komolyabb alapokra helyezni. Ez az egyik célkitűzésünk, a másik pedig az, hogy a titkosszolgálatoknak a munkáját sokkal inkább tudni kellene koordinálni. Azt kell mondjam, hogy 2001 után Amerikában minden reggel összeülnek és egyeztetnek, Európában ez a fajta egyeztetés még mindig hiányzik, tehát azt kell mondjam, hogy ártatlan emberek halnak meg, mert olyan új formákkal találkozunk, amivel senki nem számít. Mindenki azon izgult, hogy a Francia-Európa bajnokság alatt történik majd valami baleset, és ehhez képest akkor, amikor békésen ünneplők éppen július 14-én, ugye mondhatni ez a legjelentősebb francia ünnepek egyike, ott van békésen, és egyszerűen kezelhetetlen. Tehát azt kell mondjam, hogy igenis erősíteni kell a rendszer, de mindehhez egyfajta józan megfontolás is szükséges, mert minden egyes ember élete Európában ugyanolyan érték, mint bárhol a világban. Zita, két kadencián keresztül is pártodat képviselted, illetve hazánkat az Európai Unióban. Nem érzed úgy, hogy ott elaludtak a vezetés közben? Nem érzed úgy, hogy ki kéne cserélni az egész gárdát? Nem érzed úgy, hogy egy kicsit föl kéne ébreszteni és felújítani a 21. századnak megfelelővé, fogyaszthatóvá kéne tenni Brüsszelt és Strasbourgot? Én azt gondolom, hogy az Európai Unió reformja már 2004-ben aktuális volt akkor, amikor az akkori 10-es legnagyobb bővítés Európa történetében bekövetkezett, és tulajdonképpen ezt a fajta reformot ezt folyamatosan halogatják, és azt kell mondjam, hogy az, ami például ugye most történt éppen Nagy-Britanniában, gyakorlatilag hiába van egy értékrenden épülő gyakorlatilag békés világ, mert ugye azt ne felejtsük el, hogy a legnagyobb értéke az, hogy béke van. Nézzük meg, mi történt a Brexit után. Spanyolország már is bekérte Gibraltárt. Zita. Én nem szeretem mosdatást szeretnék végezni, de tudni szeretném. Igaz, nagyjából tudom, de azt szeretném, hogy nézők is tudnák, hogy mit tettél te azért két kadencián keresztül, az egyik legaktívabb képviselő voltál, utána néztem, készültem a mai beszélgetésre, és a hozzászólásaid, az ötleteid száma megszámlálhatatlanok. Az internet, illetve az ottani adattár csak a neveddel és a hozzászólásaiddal van tele, amit vehemesen hol spanyolul, hol angolul, hol valami más nyelven, néha már üvöltve csapkodtad az asztalt, mint egy nagyon szélsőséges képviselő. Mégis mit sikerült elérned? Azon kívül, hogy mindenki megtanulta a nevedet kimondani és leírni. Azért ne keverjük a szélsőséget, mert ugye a szélsőségek éppen eleget rombolnak ma Európában, pontosan látjuk. Mindegy szélsőséges után női képviselő, jó, mert mindenből tulajdonképpen a végére a nők jogaiért harcoltál. A szélsőség a pozitívumot jelent, hogy a legtöbbet kiharcol, akkor igen. Jó, hát ugye a következő van nyilván, hogy az Európai Parlament egyike, a 700-ban már 51 képviselőjének egyike voltam, az Európai Parlament Alkotmányi Bizottságának voltam az első alelnöke.
itt gyakorlatilag az új európai víziónak a kidolgozásán dolgoztunk, és már megjelent az a probléma gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt, hogy nincsenek tisztában az európai állampolgárok azzal, hogy milyen típusú értékeket jelent ez az Európa. Zita, de a víziónak volna, mi a... Hát a víziónak az a lényeg, hogy nézzük meg, hogy mi lenne akkor, hogyha nem lennénk tagjai az Európai Uniónak. Tehát konkrétan mit jelent most az, hogy kilépett az európai? Minden egyes szerződést bilaterálisan kell számolni. Most meg fogom nézni, hogy Johnson úr, aki ugye volt brit főpolgármester, nem vállalta ugye a miniszterelnökséget ebben a kiváló Nagy-Britanniában. Na, nőnek kell... De külügyminiszternek lenni hát, semmi. Igen, de én azt gondolom, hogy ő neki most rendesen kell mosakodni, mert amilyen beszólásokat tett itt korábban felsővezetők ellen. Itt érdemes megjelzni, ugyanez egy kellemetlen szó, de az amerikai külügyi szövő röhögő görcsöt kapott, alig tudta visszatartani magát, amikor bejelentette, hogy ki is lett az angol külügyminiszter. Hát, ha megnézzük azt, hogy mennyire bölcs ez az asszony, ugye gyakorlatilag kellő tapasztalata, hiszen belügyminiszterként szolgált, minden, a két legfontosabb pozícióban a pénzügyminiszternek és külügyminiszternek két euroszkeptikus képviselőt nevezett ki, amiben világosan... Mert azt mondja, hogy vigyék ők el a balhét. Hát én a következőt gondolom, tehát egyétek meg, amit főztetek, én így mondanám egyszerű konyha nyelven, tehát a külügyminiszternek nem sok ideje lesz otthon lenni, hanem valóban a bilaterális kapcsolatokat kell megerősíteni a világgal. A pénzügyminiszternek meg kell nézni, hogy ja, például első hír, nem kapnak a brit egyetemek semmilyen forrás, mert az összes Európai Uniós közös megegyezésen be voltak az elmúlt 20 évben. De jó, ez nekünk is annyi magyar álma. Egyáltalán annyi nem. Magyar egyáltalán fiatalnak nem. Az az álma, hogy a brit felsőoktatásba bekerüljön. Az az igazság, hogy mindent újra kell tárgyalni. Mindent újra kell tárgyalni. Te több gyerekes ezért családanya vagy, nem szeretnéd, hogy a gyerekeik Dafke, Oxfordba vagy Cambridgebe tanuljanak? Én nagyon szeretném, csak vagy minimum a Trinity College-ba legyenek? Hát megfelelő ez kell, vagy egy gazdag férj, most komolyra fordítva azt mondja, hogy ez megfelelő forrás is kell. Amit én nagyon fontosnak tartok, hogy a jelenlegi egyébként muszlim londoni polgármesternek az első feladata az volt, hogy az összes Európai Uniós nagykövetet összehívta, és szerette volna jelezni, hogy ők továbbra is mindenfajta jogot szeretnének biztosítani. Tehát én abban reménykedek, hogy felébred a brit nép, de hát tudomásul kell venni, hogy 72% a lakosságnak elment szavazni, és ebből bizony többen voltak azok, akik úgy gondolták, hogy mégse. Más kérdés, hogy az a Farage nevű egyébként euroszkeptikus képviselőtársam, aki folyamatosan ezt kiabálta európai parlamenti képviselőként, hogy erre egyébként nincsen szükség, minden hónapban felvette egyébként a fizetését és az összes juttatását, gyakorlatilag mit csinált? Kiszállt. Most, amikor elérte az eredményt, hát ez azért meglehetősen furcsa. Zita. Törvénykezés, tehát mit lehet tenni? Azt kell mondjam, hogy azon a területen, nem, amin ott dolgoztam. Nem, maradtam még le, hogy mit tettél te. Igen. Milyen eredményeket számos, értél ugye, el? Milyen területeket ha csak dolgoztam. Az ugye nem egy furcsa eredmény, hogy nem kerültél be sem a Magyar Parlamentbe, se az Európai Unióba. Ugyan az Európai Baloldal Nőszervezetnek, a PESZ-nek továbbra is te vagy az elnöke. A kérdés meddig? Meddig jegyeznek még téged? Hisz annyi szakértő van, mindenkit ismer, sokan neked köszönhetik, hogy bekerültek, azok is, akiknek már rég nem kellene ott lennie, mármint itt az Európai Unió bizonyos vezetőire gondolok. Mit tesznek ők? Te érted? Mi a te jövőd? Jó. Tehát akkor konkrét kérdésre konkrét választ megfogalmaztam. Én voltam az vagy társjelentéstevő annak a jelentésnek, ami az európai állampolgári kezdeményezés jelenti. Ez volt az egyike azon nagyon sikeres jelentéseknek, amiben a negyedik pillért szerettük volna bevezetni, hogy kicsit közelebb húzzuk az Európai Uniót a választópolgárokhoz, mert valóban úgy érzik, hogy óriási a távolság a nagy brüsszeli vízfej és egyébként Európa között. Tehát az egyik meghatározó jelentés. Volt. Közlekedési bizottság tagjaként az első intelligens autóról szóló jelentést készítettem, 97%-kal ment át a parlamentben, ez azért nagyon fontos, hogy a modern technikában igenis legyen egy segélyhívó, igenis tudjunk emberéleteket megmenteni, akkor 40 ezer ember halt meg az utakon, ami azért szerintem ma is egy nagyon jelentős szám. És hát természetesen a nőjogi bizottság először első ciklusban alelnökeként számos olyan jelentés fűződik a nemvemhez, többek között az egyenlő munkáért egyenlő bér. Nagyon örülök, hogy a szakszervezetek most elkezdik ezt a kampányt. Hát egyelő most megjelent egy plakát. Most a nőkön a sor, az mit jelent, hogy most építsenek karriert, most szüljenek gyerekeket, vagy miről van szerintem szó? Szerintem átalakítjuk a politikát, és ugye ez az, ami a legnagyobb problémám Magyarországon. A politika az egy párt is kell, van neked ma párt Magyarországon? Szerintem nekem van egy kiváló pártom, bekerültél ahol három az elnökségbe? A legjobb eredményen én kerültem be, úgyhogy köszönöm szépen. Ez annyit jelent a nézőknek, hogy hamarosan a választások, amikor lesznek, igen, akkor esetleg bekerülsz a Magyar Parlamentben is, avagy megint Brüsszel felé kacsingatsz. Jó, tehát a következő van, tehát jelenleg is az európai. Vagy mind a kettő felé. Tehát jelenleg az
Európai Bizottság Fejlesztési Biztosának vagyok az esélyegyenlőség szakértője, ezt szerettem volna még elmondani, hogy azért továbbra is van szakmai együttműködésem Brüsszelben. Ennek megfelelően a Chatham House-ban éppen a G20-akról tartott megbeszélésen, hol vannak a nők, mi az, amit tehetünk. Ebben voltam az egyik felszóló, a nők a politikában mit tehetnek még egyébként. Hol vannak Európában? A nők az MSZP-ben, a Magyar Parlamentben? A Magyar Szocialista Pártnak jelenleg is vannak kiváló képviselőnői. Szerintem nagyon aktívak, mert általában a nők a hangya szorgalmas munka, vagy a szorgalmas hangya munkájukra ismertek. Nézzük meg akkor az MSZP új elnökséget. Az MSZP új elnökségében most is ott van öt nő, öt van a budapesti elnökünk, Kunhalmi Ági, ott van Tüttő Katavel, az előző ciklusban is együtt dolgoztam, és még két képviselő, Heringes Anita és Bangoni Borbély Ildikó is bekerült. Minek köszönhető az, hogy Európai Uniós kadenciád alatt tulajdonképpen a nők között, a baloldali nők között te voltál a híd, a Néppárt és a PESZ között. Minek köszönhető az, hogy a Fidesz magyarországi delegációjának szinte minden tagjával jó kapcsolatokat építettél ki? Azt kell mondjam, hogy ugye, mint MSZP nőtagozat vezető, én nagyon régóta ismerem és együttműködünk Percnik Gál Ildikóval, aki ugye most az Európai Parlament egyik alelnöke, amihez innen is gratulálok. Én azt gondolom, hogy ezt a munkát szeretnénk folytatni. Most beszeretném vonni az Egyenlő Munkáért Egyenlő Bér kampányába, mert igenis nagyon szomorú az, hogy Magyarországon két hónapot ingyen dolgoznak a nők azért, hogy ugyanazt a bért megkaphassák, amit egyébként a férfi társaik is. Én azt gondolom, mit tudsz ahhoz hozzáfűzni, hogy vannak olyan jobboldali politikusok, akik úgy érzik, hogy a baloldali képviselők, a baloldali magyar képviselők hátba támadták Magyarországot az EU-ba? Én azt gondolom, hogy ez egy rendszeres vita, ez hosszú évek óta zajlik, mindig ők a tökéletesek. Én azt kell mondjam, hogy nem mindig. Akkor is, hogyha ők esetleg nők? A tökéletesség az nem függő, lehet nő és meg lehet férfi is, és most azt kell mondjam, hogy a nőkön a sor, én ezen dolgozok továbbra is Európában, tavaly júniusban 100%-kal választottak újra, annak meddig ellenére, szól ez hogy... a kadencia? Hát ez a kadencia még minimum 2,5 évig, tehát ez azt jelenti, hogy elértük a legjobb eredményt 2014-ben, 40% európai baloldali szocialista nő van a parlamentben, a három parlamenti alelnökségből kettő nő, a hét szocialista bizottsági elnökből négy nő, tehát nem arról szólt a dolog, hogy egyébként fontos a női szerep, hanem arról szólt, hogy valóban ezek a nők pozícióban is legyenek. Egy nő sosem megy nyugdíjban. Te úgy fogsz nyugdíjban menni, mint az Európai Nőszervezet elnöke, vagy úgy, mint egy Európai Uniós, vagy egy magyar parlamenti képviselő? Mik a tervei? Mik van a határidőnaplatban beírva? Európában, Európai Szocialista Nőszervezet vezetőként azt gondolom, hogy a csúcsot elértem, hiszen az Európai Szocialista Pártban minden 50-50. Meddig lehet a csúcson maradni? Én azt gondolom, hogy tudni kell néha kiszállni, de most Magyarországnak szüksége van arra, hogy igenis fölrázzuk a nőket, elég volt már ebből a macsoizmusból, amiben van. Szeretném, hogyha nő ismét partner lehetne, mert elég volt az alá- és felérendeltségből. Már pedig, ha már alá- és felérendeltség, akkor legfeljebb a nők legyenek felül. Kedves nézőim, nem mást, hanem Gurmai Zitát hallották az elmúlt percekben, aki nem csak hazánkat képviseli az Európai Nőszervezet elnökeként Európában, hanem valamikor az Európai Unió magyar delegációnak egyik tagja is volt, mi az, hogy volt két kadencián keresztül, valamikor a magyar parlamentnek is tagja volt. Nekem úgy tűnik, hogy előbb szeretne visszakerülni a magyar parlamentbe, mint Brüsszelbe. Lehet, hogy azt hiszi, hogy itt többet tud tenni. Addig is hagyjuk a nőket érvényesülni, nézzük meg, hogy ők mennyire jobban tudnak politizálni, vagy ahogy szokásához híven, az asztal másik oldalról hangosan segít megfogalmazni. Köszönöm, egyedül is tudom, tehát legközelebb is tartsanak velünk. Gurmai Zita többször még visszatér, úgyis, mint hűsítő jégkocka, meg úgyis, mint egy hős harcos nő, aki a női egyenjogúságért, a szebb jövőért harcol. Köszönöm, hogy minket választottak, a viszontlátásra. Köszönöm szépen.